szeretett, elcsendesedett lélekkel együtt imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 276-os énekünket énekeljük. A 276-os énekünket énekeljük. Alleluja, alleluja, dicsérjétek Istenfélő keresztjének, dicsérjétek az Urat. Előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk,
bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük továbbá Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 464-es énekünket. A 464-es énekünknek énekeljük mind a három versét, hű Jézusom kezébe teszem kezem belé.
Istenünk, úgy készültünk, jöttünk a veled való találkozásra, hogy először, mielőtt kiléptünk az ajtón, találkozott önmagunkkal a gondolat, a kérdés, miért is kell nekünk ma templomba jönni. Úgy indultunk el, hogy tisztáztuk magunkban, van-e még értelme, célja annak, hogy ünneplő ruhába öltözve, sérült, fájó vagy háladó lélekkel belépjünk egy gyülekezet közösségébe, ahol hallhatjuk a te bátorító, biztató, gyógyító szavadat. Találkozott, Uram, a gondolat, ma annyi ember életében, amikor hallotta, hogy megszólal a harang, annyi református ember, aki tudta és tudja, hogy van Isten tisztelet, feltette magának a kérdést, és íme, ha összeszámoljuk, számba vesszük azokat, akik jelen vannak, akkor szomorúan, fájó lélekkel állapítjuk, sokan meggyőzték magukat, nem kapnak itt már semmit ebben a gyülekezetben. Keressük, Uram, hogyan lehetne újjá éleszteni, mit kellene nekünk tenni, hogy az emberek újra elinduljanak, jól érezzék magukat a közösségünkbe. Mint ahogy szülőként is keressük, hogyan lehet hazahívni gyermekeinket, hogy belépjenek szüleiknek életébe, hogy elmondhassuk örömünket, szülői aggodalmunkat vagy áldásunkat. De talán férj, feleség keresi, családokban ott van a vívódás, meg lehet-e újítani azt a szerelmet, amely úgy vágyott a másik után, vagy csak éljük tiszteletből, megszokásból azt az életet, amelyben már nem történik semmi. Uram, kérdéseinkre válaszolj, mondd el, hogyan látod te a megújulásnak, hogyan látod te a holnapi nap örömének, az egymással való találkozás boldogságának a mozdulatát. Add, Uram, hogy mi, akik itt vagyunk, higgyük el, tudjuk, hogy nem csak te hozzád, hanem egy olyan közösségbe jövünk, ahol szeretnek, tisztelnek, imádkoznak értünk, ahol várják, hogy együtt erősödjünk, hogyha összeroskad az élet és nehéz a teher. Ma így imádkozunk egy gyászoló családért, gyermekekért, akik elveszítették édesanyjukat. Add, Uram, hogy érezzék meg, szeretjük őket. Minden nap oda fogunk fordulni az élet Urához, és kérjük, hogy az ő szeretett édesanyjuk győztesnek járó koronát kapjon, és ők szent lelked által megtalálják azt az erőt, amely nem a halálra emlékezteti, hanem az örök élet igazságát vési a lelkükre. Így adj őnékik, akik ma itt vannak, vigasztalást, és ott, hogy tudjuk elmondani, érezzük és tudjuk fájdalmukat. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 416-os énekünket énekeljük, annak első és második versét. Megkérem, hogy ének alatt a gyerekek vonuljanak át a gyülekezeti terembe. Thank you.
meg testvéreim Istennek ígéjét, ugyamint írva található János jelenésekről írott könyve 3. részének 1-től 6-ig terjedő verseiből, hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő ígéje által a jelenések könyve 3. részének 1. 6 versében, felolvasom, figyelemmel hallgassuk meg. Levél a szárdiszi gyülekezethez. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidől, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek, ez Istennek ígéje. Tessék meg! Levél a szárdiszi gyülekezetnek. Mielőtt felbontanánk, mert ez a levél nem csak a Szárdiszban élő keresztényeknek, Krisztus követőknek szól, hanem mindazoknak, akik hallják ma ennek a levélnek tartalmát. Tehát mielőtt újra értelmeznénk, hogy miről is szól, mit ír nekünk a mennyben lévő Jézus Krisztus, tessék megengedni, hogy egy pár személyes dolgot mondjak el, ami remélem, hogy kötődik a felolvasott ígéhez. Nem fogom elfelejteni, hogy amikor a nagyobbik fiam felvételizett Budapesten az egyetemre, hát akkor még nem volt ennyire fejlett számítógépes világ. Minden nap megnéztem a postaládát, hogy tudjam már, hogy bejutott vagy nem jutott be. És mikor megkaptam a levelet, és írta, hogy budapesti nemzetközi kommunikációs egyetem, ha tetszik hinni, ha nem, megfogtam a levelet, és betettem az ingem alá, hogy ne vegyék észre a családtagok, és bemenve eldugtam a szekrény. Nem volt elég lelki bátorságom szembesülni a valósággal, mint egy nem bíztam abba, hogy biztos, hogy be fog jutni, és azt mondtam, hogy minél később tudom meg, talán annál jobb. No hát eldugtam a levelet, és életemnek egyik napja volt, amikor nagyon sokat imádkoztam magamban. Kértem, hogy Uram, te csodát tudsz tenni, ha az van a levélben, hogy nem sikerült, én addig imádkozok, míg te megváltoztatod, és azt vesz a levélben, hogy sikerült. No hát, gyötrődéssel telt el, és mondjam, nem mondjam. A lényeg az, hogy ebédnél, mondom a családnak, miután ebédeltünk, gondoltam legalább essen jó az ebéd. Na most van egy hír, és szeretném, hogy együtt olvassuk, és megmutattam a levelet. És azt is elmondtam őszintén, hogy ez a levél már a tegnap megérkezett, csak nem volt bátorságom. Na hát, felbontottuk,
gyülekezet talán tudja, hogy sikerült, bejutott a fiam, teljes volt az öröm, és úgy szégyeltem magamat, hogy ennyire nem bízok a gyermekembe, és hogy miért nem volt nekem bátorságom. Talán el sem mondtam volna én ezt a történetet, ha nem állnánk érettségi előtt, ha nagyon sok család talán most otthon drukkol, hogy sikerül-e a gyereknek az érettségi, vagy bejut-e az egyetemre. Nem szeretjük, hogyha csalódunk. Elkerüljük messzire azokat a helyeket, ahol nincs bizalmunk, hogy azt kapjuk, amire várunk, vagy amire szükségünk van. Annyi csalódás van minden egyes embernek az életébe, hogy kialakult egy ilyen védőburok, védő gondolkodási mód, hogy nem, inkább meg se tudjam, el se menjek. Így vagyunk testvéreim az Úristennel való kapcsolatunkba is, a templomba járásunkkal. Elmenjünk. Hát megkapjuk mi ott a gyülekezetbe az Isten tiszteleten azt, amire hiszem, hogy minden egyes léleknek szüksége van. Ne, unalmasan prédikál a pap, ismerjük már, 20 éve itt van, majd hogyha nyugdíjba megy új pap, akkor megint meg fog telni ez a templom, az érdeklődés. Nem szeretjük, én se, hogyha valahol tapasztalni kell a kiábrándulást, a csalódást. Azért kezdtem így ezt az ige hirdetést, mert Jézus ír a szárdiszi gyülekezetnek. És ez egy valóságos levél. És ezt a levelet, mint ahogy én most, mint Isten igéjét olvastam fel, ott Krisztus után a 60-70-es években összegyűlt a keresztény gyülekezet, híre ment annak, hogy keresztények gyertek, mert a mennyből Jézus Krisztus Pátmos szigetén élő Jánoson keresztül üzent nekünk, és addig nem bontjuk fel, és nem olvassuk fel, míg nem hallja mindenkit, hogy mit mond a szárdiszi gyülekezetnek Jézus Krisztus. El tudom képzelni, hogy mennyi feszültség lehetett abban a gyülekezetben. Ezt azért csinálom így, hogy ismétlen mondom, hogy egyáltalán tetszik érezni egy kicsi feszültséget, hogy vajon mit mond ma nekünk a tiszteletes a prédikációban. Egyáltalán úgy előre vetítem-e, sikerül-e felfokozni az érdeklődési kört, hogy vajon most megdícsér, most mit mond erről a gyülekezeti életről, meg van-e elégedve? Jaj, nem én. Hát ami itt van, én csak felolvasom. Ezt Jézus Krisztus üzeni, és az ő levelét olvasom fel, és együtt fogjuk értelmezni. Nagyon furcsa levél. Mert ez a levél így kezdődik, hogy tudom a te dolgaidat. Eddig még nincs benne furcsaság, hiszen együtt értelmeztük az előző gyülekezetekhez írott levelet, az Efézusit, a Szmírnait, a másik gyülekezethez írottat. De ott mindig így van, hogy tudom a te dolgaidat, és akkor jön a pozitív felsorolás, a szolgálatodat, a szeretetedet, tudom azt, hogy hol laksz, elmondja a levélben minden más gyülekezetnek, hogy a sátán ott van már közötted, de te uralkodsz rajta, vagy külső támadások vannak. És amikor azt írja a szárdiszi gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat, egyszerre csak azt mondja, hogy halott vagy. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, de te halott vagy. Most itt jönnek a problémák. Fordítás bizonyára.
Vagy értelmezés? Mert halott embernek és halott gyülekezetnek nem szoktak levelet írni. Ha Jézus Krisztus a mennybe azt mondja, hogy tudom a szárdiszi gyülekezetnek az életét, és ez halott, akkor nem ír levelet. És mégis azt tudjuk, hogy levelet ír ehhez a gyülekezethez. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A tisztázáshoz talán egy akkori, de ma is érvényes latin közmondás kell elmondanom, amit mindannyian ismerünk, hogy nomen est omen, magyarra lefordítva, hogy amilyen a név, olyan a személy, aki ezt a nevet hordozza. Mint hogyha azt mondaná, hogy félrevezető, csalódást okozó Szárdiszban élő gyülekezet, nincs összhang a neved, amit adtak, amit kaptál, és a viselkedésed, és a személyiséged között. Téged úgy hívnak, hogy élő, miközben halott vagy. Miért mondja a Szárdiszban lévő gyülekezetnek, hogy halott? Itt nem tetsz halottra, és nem valóságos életet elvesztőre kell gondolni, és hogyha a szárdiszi gyülekezetről csak 2-3 akkori történetet mondok, akkor mindjárt megértjük, hogy miért mondja, hogy halott vagy. Szárdisz Lüdiának a fővárosa egy magas hegyen épült, és nem akárki, hanem a világ leggazdagabb embere építette ezt a várost, magyarul azt mondjuk neki, hogy Krözus. Krososznak hívják görögül, ez egy olyan gazdag ember volt, hogy ma is emlegetik, hogyha valakinek nagy hatalmas vagyona van, hogy krözusi gazdagságban vagy jólétben él. Most ez az ember, aki megépítette Szárdisz városát, egy olyan sziklára építette, amelynek 3 oldala olyan meredek volt, hogy oda még a madár se tudott felmenni. Egy ösvényke vezetett fel a negyedik oldalon, és a biztonság, a jólét vonzotta az embereket. És ez a Krözus jó lelki volt, mondja, gyertek emberek, van itt a városba hely, költözzetek, és 1000 számra költöztek erre a biztos helyre az emberek, voltak ott őrök, de hát azok aludtak. Hát ki a csoda fog őrködni éjjel, ha úgyse lehet ott megtámadni. A római birodalomban még dúl a keresztény üldözés, és mindenki Szárdiszba megy, a keresztények is súgják egymásnak, tudok egy jó helyet, ahol békesség van, ahol nyugalom van, ahol senki nem fog bántani téged, nem kell ott semmit se csinálni, csak imádkozunk, gyere oda. És akkor mind többen s többen mentek. De testvéreim, ahol jólét van, ahol minden megvan, ahol örökölünk, vagy kapunk biztonságot, nincs miért aggódni, nincs miért imádkozni, nincs miért harcolni. Tessék megnézni a nyugati világot, a kereszténységet, halott. Haldokló kereszténység miért? Mert nem volt kommunizmus, mert nem üldözték őket, mert nem tiltották semmitől. Kifizetjük azt a 1% egyházfenntartást, van ott pap, vannak alkalmazottak, csináljanak ők, amit akarnak, biztonságban érezték magukat. Sajnos, hogy a mai keresztény élet itt nálunk, mondjam Szovátán is, a többi gyülekezetekhez képest, hát mi egy biztonságos református gyülekezeti életet élünk. Nincsenek anyagi gondjaink. Vannak alkalmazottjaink, van egy jó gondnokunk, van majdnem 40 presbiterünk, van nőszövetségünk, van ifjúsági zenekarunk, van vallásóránk, van káfióránk, van bibliaóránk,
megtartjuk az ünnepeinket, minden megvan. Csak éppen ebben a mindenben fel kell tenni a nagy kérdést, hogy vajon ez a biztonság és jólét nem arra késztetett minket, hogy elaltassuk örködő lelki ismeretünket? Nem azt mondjuk keresztény életünkkel, hát nincs is miért imádkozni. Tetszik tudni, a második világháború idején egy katolikus szerzetes épített egy öreg otthont Rómába. És mikor meghallotta az államfő, akkor egy hatalmas nagy pénzösszeget küldött ennek az öreg otthonnak, és a szerzetes vezetője azt a sok pénzt, rengeteg pénz volt, úgy megfogta, kinyitotta az ablakot, és kidobta az egészet. Hát az alkalmazottak, azok, akik szeretett szolgálatot végeztek, a fejükhöz kaptak, szitták a szerzetes, hogy hogy lehet ilyent csinálni, hogy ennyi pénz, 2 évre lett volna mit adni a szegényeknek, mennyi ruhát, élelmet lehetett volna venni, és akkor ez a szerzetes azt mondja, olyan felelőtlen volt, hogy az egész pénz kidobta. És azt mondja a szerzetes, hogy én tudom, hogy miért dobtam ki. Mert ha ezt a pénzt megkapjuk ti többet, nem mentetek volna családot látogatni, Jézus Krisztus szolgálatáról beszélni, már nem törődtetek volna semmivel, akkor már szolgákat fogadtatok volna, akik mosogatnak, főznek, kórházakat, orvosokat, és elkényelmesedtetek volna. Református egyházunk képét mutatja a felolvasott ige, amikor azt írja a szárdiszbeli gyülekezetnek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébreszt fel azokat, akik halófélben vannak, mert ha nem, mint tolvaj, eljövök te hozzád. Féltem, most sem vagyok bátor, hogy úgy mondjam el, ahogy kényszeríteni akar Jézus Krisztus, inkább egy kicsit simítgatom a dolgokat, átfogalmazom, szépítgetem, hogy ne tűnjön úgy, hogy nem vagyok meg elégedve, vagy megkapjam azt a kritikát, hogy én azért nem jövök a templomba, hogy a papa szószékről szídjon minket. Igen, lehet, hogy sokan ezért nem jönnek. De ébrezgetni kell, testvérek. Tessék megkérdezni önmaguktól, családjuktól, hogy azt a nevet, amit Jézus Krisztustól kaptunk keresztjének, fedi a valóságot? Tessék megkérdezni, hogy az, amit örököltünk, hogy reformátusok vagyunk, tényleg így van. Olvasunk otthon Bibliát. Elmondjuk az asztal előtti, vagy étel előtti imádságot. Az a nevünk, hogy keresztények vagyunk, de keresztény életet élünk. És nem csak ez a baj, mert ezen lehet változtatni. A nagy baj ennek a levélnek a megírásánál az, hogy nem beszél a szárdiszi gyülekezethez írott levélben sehol arról, hogy vigyázz, mert külső támadás, mert csábítani fognak, mert el akarnak foglalni. Nem kell már. Nem kell már a világnak, nem kell már a szektáknak se. Megnéztem az utóbbi évekbe, eltelt talán 5-10 év, hivatalosan se szabad keresztény, se Jehova tanú, senki nem jött, hogy elcsábítson valakit a református gyülekezetből, mint azt mondaná, nem kellenek nekünk ezek a reformátusok, nincs már mit kezdeni velük. Ezek már csak elmennek vasárnap a templomba szépen felöltözve, de ezeknek már nincs hasznuk. Hát miért
harcoljunk értük, miért próbáljuk elcsábítani a reformátusokat. Odahúztuk mellékvágányra, majd a tiszteletes urak, ha az óvodások ballagnak meghívjuk, mondjon egy szép beszédet, majd a nyolcadikosokhoz, az érettségizőkhöz, az osztálytalálkozókhoz, szoboravatáshoz, március 15-én megmutatjuk, mennyire tiszteljük mi ezt a református gyülekezetet a papján keresztül, mert őtől se kell félni, nem fogja az megmondani, hogy a világ nem éli a keresztény életet, hogy fel kell ébredni, hogy meg kell térni. Igen, magam fölött is, vagy magam alatt is elvágom az ágat, amikor azt mondom, hogy sokszor eltemették, vagy úgy tekintenek a református gyülekezetre itt Szovátán, mint amely már haldoklik. Amitől nem kell félni. Nem fog ez már beleszólni semmibe se. Nincs neki már véleménye. Nem fog az beleszólni, hogy mi történik kint a családokba, hogy mennyi az alkoholista. Mindenki élje a maga életét. Ébresszed. Ébreszt fel, mondja Jézus Krisztus a levélen keresztül az elalvó embereknek a lelki ismeretét. Bizonyára tetszik ismerni a történetet, amikor Jézus vívódik a Gecsemáné kertben, és a tanítványoknak azt mondja, hogy kérlek, erősítsetek, segítsetek, imádkozzatok velem. Háromszor aludtak vissza a tanítványok. A lekció arról szól, hogy Jézus megy Jeruzsálembe, és lát egy gyönyörű, szép zöldelő ki is, emeli az ige egy fügefát. És mikor oda megy, nincs rajta gyümölcs, megátkozza, azt mondja, hogy fáradj el, ne legyen rajtad soha többet gyümölcs. Na most a kék. Tessék elképzelni egy magunkat, nem kell más. Megyünk több órai nagy hőségben, és látunk egy messziről egy gyönyörű, szép almafát. Ott az út mellett. És már előre milyen csábító, összefut a nyál a szájunkból, hogy szoktuk mondani, beindul a Pavlov által leírt anyagcsere, már beindul minden, és mikor oda megyünk, gyönyörű, hatalmas korona, szép zöldelő, de nincs rajta egy alma sem. Hát, egy kicsit elkeseredünk, és azt sveges. Áthozom a képet. Ha itt elmegy valaki, és látja ezt a gyönyörű, szép templomot, a rendezett udvart, a szolgálati lakást, a gyülekezeti termet, sok mindent, aki idegenként elmegy, és még azt is megtudja, hogy van 3500 református Szovátán. Azt mondja, hogy ez igen. Úgy, mint ahogy ma is történt, köszönöm szépen ismeretlenül is, aki felhívott, hogy hány órától van Szovátán Isten tisztelet, mert itt vendég, és eljön az Isten tiszteletre. Gondoltam, hogy nem mondom meg, mert annyi nagy vágyjal jön és csalódni fog, amikor azt mondja, hogy 3500 és vagyunk itt 100-an. Élő gyülekezet ez? Igen, látszatra. Külsőségekben nagyon élő. Ébredj fel! Mint hogyha könyörögne Jézus Krisztus. Nem a jelenlevőknek csupán. A 21. századnak. Ébredjünk fel, mert ha nem, mi magunk verjük szét azt a közösséget, ahol legalább köszönünk egymásnak az úton.
Mi magunk fogjuk elpusztítani, halálra ítélni azt a közösséget, amely olyan boldog karácsonykor, gyermekei szereplésekor, amikor énekli, hogy mennyből az angyal. Mi leszünk azok, akik kiírtjuk, nem a világ, a húsvéti evangéliumot, hogy győzelmet vettél, ó feltámadott. Mi leszünk azok, akik átvesszük nyugatnak, Amerikának azt a közömbösségét, ahol már se egyházi esküvő, már nem hívunk meg lakodalomba senkit, úgy család, kalap alatt elintézzük, temetésen is csak a legszűkebb családtagok jönnek el, majd egy SMS részvételi távirat, ébreszkedni kell a gyülekezetet. És ez nem csak annyi, hogy kelj fel. Olvastam készülve erre a szolgálatra, hogy Katalin cárnő egy alkalommal meg akarta nézni azt az hatalmas orosz birodalmat, amit ő vezetett, melynek cárnője volt, és akkor a miniszterek, mikor megtudták, akkor volt egy Potyemkin nevű város, egy falucska. És akkor tessék elképzelni, két nap alatt munkások ezrei kartonpapírból hatalmas nagy frontokat, házakat építettek, lefestették. Gyönyörű, szép utcákkal, és kocsin végig vitték a cárnőt, de nem álltak meg, mert ők tudták, hogy a kartonpapírra festett házfrontok mögött nyomorúság, összeomlott épületek, rongyba takargatott emberek élnek. Nem akarták, hogy csalódjanak. Aki győz, annak hatalmat adok, hogy fehér ruhába öltözzön. Talán be kellene fejezni. Valaki azt mondta, hogy tiszteltes úr, én azért nem járok templomba, mert ott nekem nem köszönnek, velem nem törődik senki. Megmertem kérdezni, hogy tessék mondani, mikor még jár templomba, ön hány emberrel törődött? Hány embertől tetszett megkérdezni, hogy hogy van, tudok-e valamit segíteni? Hány idősnek ajánlotta fel, hogyha valami gond van, bevásárolok, autóval elviszem, vásárhelyre, a kórházba. Ő? Most miért kötekedek vele? Nem azért jövünk templomba, mert valamit akarunk kapni, hanem azért, mert valamit kellene adjunk egymásnak. Megkérem szépen, tessék megpróbálni, és annyi örömük lesz, és olyan boldogan tetszenek majd vasárnap hazamenni, mint amilyen boldogan megyek én be, ha véget ér az istentisztelet, mert azt mondom, hogy oda tudtam adni, amivel rendelkezem, amit az Úristen nekem adott, egy mosolyt, egy vigasztalást, egy imádságot. Ha mindig így jön a vasárnap, vagy várjuk, hogy valamit kell hozzak ennek a gyülekezetnek. Ha úgy lenne, és reméljük úgy lesz, ha megébredünk, vagy ébredési mozgalom lesz, hogy majd kérni fogják, hogy tiszteltes úr, én szeretném felolvasni a lekciót, én akarok imádkozni. Ha úgy lenne, hogy valakinek nincs énekes könyve, és nem a tekintetemmel kell incsem, és a presbiter menjen, hanem felállna, akinek
nincs, vagy otthon hagyta az énekeskönyvet, ott is van üresen, és azt mondja, én ma énekelni akarok. És elmegyek, és veszek egy énekeskönyvet. Hogy ne legyen az, hogy bezzeg, még egy énekeskönyvet se adtak nekem. Megváltozna az élet. De a családba is, ha szolgálni akarunk, annyi lehetőséget ad az Úristen, hogy halálunkig beérjük vele. Egy levelet olvastam fel, és elnézést kérek, senkit nem akartam se felelősségre vonni, se megbántani, se elítélni, se kritizálni. Szolgálni akartam, és el akartam mondani, hogy nem kell beletörődni. Ébreszgetni kell a félig holtakat. A latin nem ismeri ezt a kifejezést, hogy félig holt. Az irgalmas samaritánus történetében, amikor azt mondja, hogy ott van fél holtra verve, vagy egy félig halott ember, a latin így fordítja, hogy semi vivere, vagyis félig még él. Mert ha azt mondjuk, hogy félig halott, nincs mit kezdeni. De azt mondjuk, hogy még félig él, rengeteg mindent tudunk mi tenni, hogy teljes életet kapjon Jézus Krisztus által. Amen. Válaszoljunk testvéreim Isten igéjére, a 471-es énekünknek mind a négy versével. A 471-es énekünknek mind a négy versét énekeljük, rád tekint már hitem, megváltó Istenem.
felséges Istenünk, mennyei Atyánk, tudjuk, nem az a baj, hogy vasárnap a templomban maradnak üres helyek. Nem az a baj, hogy fáradtak az emberek, és otthon talán a televízióból hallgatnak jó prédikációkat. A baj hétfőtől szombatig van. A baj nem a templomban, a családokban van. A munkahelyeken, az utcán. A baj ott kint van, ahol mi keresztények már nem jól végezzük a szolgálatot. Ahol elfelejtjük, hogy a szülőnek ilyen gyönyörű feladata megtanítani, imádkozni gyermekét. Ahol elfelejtjük, hogy nincs szebb hivatás jó társnak lenni, aki minden nap odaviszi az ő férjének vagy feleségének, családjának az életét imádságba az Úristen elé, és kéri, hogy áldja, őrizze, óvja meg bajtól és betegségtől. Uram, segíts nekünk! Töltsd meg, ébreszt fel, gyújtsd lángra a lelkünket, hogy ne legyünk haldokló nemzet. Hogy ne legyünk temető generáció, akik megássuk a feledésnek sírját unokáink számára már jó előre. Add, hogy építsünk közösséget, ahol jól érzik magukat, éneket tanulnak, játszanak, imádkoznak, reják figyelnek, megtanulják, hogy kell megfogni egymásnak kezét. Add, Uram, hogy legyünk közösség, ahová az emberek nem csalódottan, hanem úgy jönnek, hogy hoznak valami szépet az életükből. Hoznak valamit, amit a közösség érdekében akarnak tenni. Így köszönjük meg, Uram, hogy gyászoló család nem úgy jött, hogy tőlünk valamit elvár, hanem ide hozták az úrasztalára azokat a virágokat, amelyekben a gyülekezetnek üzenik, hogy szép volt édesanyjukkal együtt eltöltött élet, a gyermekkor, az otthon. Ide akarják hozni, Uram, azt a hálaadást, amelyben minden napot megköszönnek, amelyben boldogok voltak, vagy valamit tudtak egymásért tenni. Ide hozzák gyermeki jóságukat, mely megmaradt a lelkükbe, hogy imádságként küldjék hitünk szerint az örökké valóságba. Így küldjük mi is velük együtt, és köszönjük azt az életet, amely közöttünk élt, asszony testvérünknek azt az életét, aki asszisztensként oda tudott figyelni nem csak a laboratóriumi eredményekre, hanem az emberre, akihez volt szép szava jósága. Adj vigasztalást gyermekeinek, családjaiknak. Imádkozunk testvéreiért, akik fájdalommal, de hisszük, hogy az örök élet reménységével álltak koporsó mellett. De név nélkül átölelünk egy asszony testvérünket, aki most elhozta a lelkében azokat, akik igaz, hogy a temetőbe pihennek, de lelkében örökké élni fognak. Áld meg az ő imádkozó életét, és azt, hogy ide tudta hozni mindazt, ami a mennyhez köti az ő életét. Légy velünk! Add, hogy kis mozdulatokból építsünk egy gyönyörű szép életet. Már most, miközben mondjuk az imádságot. Amen.
Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásra várva a 474-es énekünket énekeljük. A 474-es énekünk mindhárom versét énekeljük. Mielőtt énekelnénk az éneket, jelentem a gyülekezetnek együtt érzéssel, hogy visszaadta lelkét alkotójának, néhai Tóth Márta testvérünk. Köszönjük két fiának, családjának azt, hogy eljöttek, hogy velünk együtt hálát adjanak egy földi életért, és imádkozzanak az örök élet valóságáért. Köszönjük szépen két fiának, családjaiknak az ő szerettük emlékére adományozott virág, valamint a pénzadományt. Köszönjük szépen asszony testvérünknek is, akivel együtt imádkoztunk, aki halottairól emlékezik meg. Köszönjük a pénzadományt, valamint a virágot, és azt, hogy itt velünk együtt élte meg a reménységét az örök életbe. Énekeljük tehát a 474-es énekünket, siessetek, hamar bejár. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti felétek, és adjon békességet, Szent Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Amen. Köszönöm szépen, hogy együtt lehetünk.